Barátaim, végre itt vagyunk, és bízom benne, hogy most valami történni fog, és a mozaik fennállása óta szerintem ilyenre még nem is volt példa. Most arra használjuk a stúdiót, amire hivatva van, táncolni fogunk, én sajnos nem, viszont a szegedi Suicide Lifestyle Breakdance Együttes annál inkább. Na, kedves barátaim, figyelem, forog, tessék, zene! Szigorúan csak egy pár percig, ameddig kipihenitek magatokat, addig fogunk egy kicsit beszélgetni, de kezdjük azzal, hogy rögtön így én körbeadom a mikrofont, jó, és mindenkit mutassunk be azért, mindenkit ismerje meg a nagy közönség. Hát először mindenkit köszönteni szeretnék, hát engem Goxinak hívnak. Boresz. Én Alex. Zatya. Tamás. Ice. Vagyis a Suicide Lifestyle Szegedről. Gombkötő György. Ja, jó, ki most nincs itt persze, természetesen. New Yorkban. De jó, nektek azért irigylelek benneteket, mert úgy utazgattok a világban, mint én, Szeged és Pest között, gond nélkül. Ott sincs konzázból a kerítés. Na, hát, kezdjük az, hogy Szeged, mert mindannyian Szegedről származtuk, ugye? Szegeden miért van az? Én rengeteget járok Szegeden, mondjuk ez nyilván miattam is van, hogy nem láttalak benneteket, csak egyszer-kétszer szerintem a vízügyi emlékműnél, de igazából senki nem tud rólatok Szegeden sem, és nem lát senki benneteket sehol soha. Miért van ez? Miért bújtok el? Hát mert az egyetem város, Szeged, és a fiataloknak ilyen sok lehetőséget ad arra, hogy
hogy érvényesüljenek, illetve hát, hogyha valami nem megszokott dolgot csináljanak, akkor ennyire van mód. Egyébként nyáron szoktunk a nagy áruház előtt is táncolni, ez neked mond valamit. Egyébként meg évközben teremgondokkal küszködünk, mert nem csak mi vagyunk Szegeden táncosok, vannak olyan srácok, akik tőlünk tanulnak, de hát hogy ők ugye nem pénzes emberkék, és egy terembérlet manapság elég drága. Ez ő lett, szóval, hogy hadd csak nyugodtan nekem itt van a sajátom, hogy terembérléssel küzdködtök, mert nem túl könnyen szeritek ezeket meg, meg a város főterén kell táncolni. Mind a mellett pedig világbajnokok, ha tisztelhetünk itt benneltek. Szóval azért ez érdekes, hogy mennyire. Ezt mi is nagyon érdekesnek tartjuk, valószínű, hogy ennyire értékelnek. Illetve hát ki tudja, lehet, hogy innentől nem. De azért várjátok, azért rajtatok is múlik egy csomó minden, mert én hallottam azt, hogy most felejtsük el Szegedet, vonatkoztassunk el tőle, ilyen helyi problémáktól. De hallottam azt, és tőletek hallottam ráadásul, hogy Viva és MTV, tehát ilyen felkéréseket utasítottak vissza, ilyen riportoló felkéréseket, úgyhogy... Hát nem tudom, erről talán te inkább. Hát végül szerintem az MTV-nek, meg ilyen TV-csatornáknak azért nem adtunk riportot, mert annyira nem tudunk angolul, úgyhogy hülyeséget nem akartunk beszélni. Magyarországon meg azért nem tudunk befutni egyrészt, hogyha így ki lehet fejezni, mert egyrészt talán az, hogy nem minden áron akarunk befutni, hanem úgy, hogy saját magunk maradjunk, tehát hogy ne változtasson rajtunk senki végül is. Hát neki változtatta rajtatok, hát senki az égvilágon, hogy volt már dolgotok menedzser, aztán nem voltatok elégedettek, vagy? Hát ő végül is nem menedzser volt, hanem szponzor. Szponzor volt, és hát nem éppen elégedtünk meg velük. Úgyhogy egyetlen biztos hely maradt nekünk az az utca, ahol minden nap meg tudjuk csinálni a pénzünket. Közben táncoltok nyugodtan tovább, mi itt vagyok, addig elkezdtem. Én akárhogy próbáltam kicsit felkészülni, a fejenállásnál ott leragadtam, és az Istennek se sikerült beindítanom egy ilyen forgást. Ezt mennyi ideig gyakoroltátok? Miután sikerül megcsinálni az első? Hát először is meg kell tanulni, igen, fejenállni, utána meg kell hajtanod, hát ez több mint 6 évbe került nekem, másnap kevesebb, több nem lehet tudni. Ügyességtől fog. Jézus Mária. Hát a barátom 9 éve nyomja a gombi, aki New Yorkban van, de róla nyugodtan álmodható, hogy a legjobb világon fennforgó, legalábbis többek között. De mindenképp magyarok a legjobbak. Ez se lehet könnyű, ezt is próbáltam. Jáú! Az az én legnagyobb problémám, hogy ilyenkor az ember tök tehetetlené válik, és egy árva szót sem képes kiadni a hülye száján, mert tudom, hogy úgysem tudok ilyeneket csinálni. Tehát én kérdezni sem tudok róla nagyon egyébként, mert számomra elképzelhetetlen, hogy valaha egy ilyen ollót vagy bármilyet nem tudja csinálni. De nyugtassatok meg, mondjátok azt, hogy mindennek az alapja csak az egyensúly. Mindennek az alapja az egyensúly. Fejenállás. Csak a türelem. Ennyivel bölcsebb, ennyivel. Inkább az, hogy szeressed csinálni azt, amit csinálsz, és csak akkor... Hát mindenképpen, ez egész ember kell. Ez abszolút egy ember, egész ember kell. Szóval, ha nem így élsz, ahogy ehhez kell élni, akkor felejtsd el. Hát igaz világos, akkor le kell mondani egy csomó mindenről, amiről egyébként könnyű szerrel mondta az ember, nem? Suli, vizé, stb. Mondjuk sulit azt csinálhatsz mellette, de... Mi mindenről kell lemondani, olyan dolgokról, ami ettől venné el az idődet. De mivel hogy te ugye ezt szereted a legjobban, nem gond, hogy lemondasz róla. És mióta csináljátok így különkülön? Hát én személy szerint most már 12 éve. Többiek mennyi olyan 8 éve kb. Aztán 8 éve. Így, azért! Van tovább szóval valami? Figyelj, én rögni akartak, akkor egyetlen-e? Hát nem közös. Hát majd megmutatjátok, hogy kell így szép apránként, akkor jó. Talán. Jó van, jó, hát akkor kedves barátaim, akkor nem sokára nagy kalannak külön kiadását láthatjátok, aztán hát, ha sikerül valamit összehozni. Jó nagy kalannak, biztos. Flex vagyok ismét, most pedig meg fogok tanulni. Jelzett a szöveget, bocs, akkor mondta. Meg fogok tanulni, kedves nézőink, brékelni, egy gyors talpaló breaktánc tanfolyam keretein belül. Mivel kezdi fejforgás? Fejforgás? Hát hogyne, röhögve. Jó, akkor melyik hőt? Tudsz fejen állni? Azt tudok. Addig sikerült eljutni. Nézzük akkor, hogyan tudsz fejen állni. Sapka nélkül lehet? Hát ha
Hát először sem látod, vagy? Ja, szapkával? Uh-huh. Könnyűbb? Jó. Úgy. Na. Így jó? Ezt tesszük oda le. Na tehát egy fején, de vigyázzatok, mert nehogy rátok essek. Zotya, akkor mondjad neki. Oké. Okay. Tehát akkor úgy. És most mit csinálja? Most pedig azt kéne megcsinálni, hogy először ezzel a lábbal... Aha, ez az, amit nehéz megtartani, rohadt nehéz. Az egész, hogy jobb lábbal és bal lábbal elkezdett ellentétes irányba megcsavarni, utána pedig felső teste össze... Tehát össze megmutatod? Behúzod. Mutasd meg, de szép lassan, várj. Jó, akkor kölcsön kérem a sapkát. Egyértelmű. Ezzel kínlódtam rengeteget egyébként, otthon még próbáltam, de... Tehát kétféleképpen meg lehet megtanulni egy fejforgást, vagy lassan... Várj, hozom a mikrofont, várj még egyszer, csak nem maradjon. Kétféleképpen lehet megtanulni egy fejforgást, vagy lassan, vagy nagyon gyorsan. Tehát... Nézzük meg először a lassút, várj. A lassú mert az... Próbálom. De ez gyors talpaló. Várjál, átadom a mikrofon. Gyors talpaló. Oké. Okay. Lassan így lehet megtanulni, lassan. Hogyha... Igen. Egy kicsiket, akkor ott mindig a kezembe. Aha, az. Aha. Ez az. Csak ez a baj, hogy ahogy... Hát így nehéz elborulni. Gyorsan pedig úgy, hogy megcsavarod a lábad, igen? És utána felső teste, utána... Na hát igen, hát ez az, ami nem... Hát ez már egy kicsit több egyensúlyérzékkel. Hát ez az. Hát először mindenképp a lépkedős kell, én azt hiszem. Én is hát próbáld ki, nem nehéz. Csak arra ügyelj, hogy a tested az függőlegesen legyen. Na ez a baj, hogy rögtön korrigálni kell, az ember elkezd dőlni, aztán onnantól kezdve kész, nem tudom elarrébb tenni. Mindegy, megpróbálom, nem adom fel. Még fejbe eljárok már hozzátok ilyen edzésekre, aztán előbb-utóbb csak megtanulom. 6 év múlva talán menni fog. Na, jól áll? Vagy na. Ugye? Igen, és aztán jobb láb, bal láb. És merre indulok? Ja, várj, ez merre, erre, ugye? Merre? Úgy, és most a felső. Oh, hey! Majdnem! Óriási! Jó lesz ez, rá kell erre jönni. Egyébként nektek ezt mutatta valaki annak idején, vagy? Fél évente egyszer, kb. Mit jelent? Amikor kiutattatok valamilyen versenyre? Nem, hanem úgy nézett, hogy akkor még Magyarországon is voltak hivatalosan megrendezett táncversenyek, és hát igazából ott tudtunk találkozni az országban lévő többi táncossal is. Most annak idején volt egy Enemy Squad nevezetű csapat, akiktől tudtunk valamennyit tanulni, de mondom, alig találkoztunk velük. És akkor itt szeretnék említést tenni a szombathelyi táncosokról, akikkel karöltve nyertük meg ezt a világbajnokságot Németországban. Beszéltek ti róluk, mert ti vagytok többet velük. És mit szólnátok ahhoz, hogyha mindez mondjuk egy remek videóklip, vagy egy szünet után következne be? Na, mit szóltok hozzá? Addig tudunk még pihenni. Jó, van, oké. Okay. Nem mit lehet mondani. Beszéltek ti róluk, mert ti vagytok többet velük. És mit szólnátok ahhoz, hogyha mindez mondjuk egy remek videóklip, vagy egy szünet után következne be? Na, mit szóltok hozzá? Addig tudunk még pihenni. Jó, van, oké. Okay. Nem mit lehet mondani. Ki a fenétől tanultátok meg ti ezt 8-10 évvel ezelőtt? Meg egyébként szokás így a break táncosoktól így ellesni egy-két ilyen dolgot és azt beépíteni a saját stílusba, vagy azt nem illik? De ez illik végülis, természetes dolog, mert nagyon sok mindenből áll össze a break, tehát így mondanám a capoeirát, kungfut, meg ilyeneket, végülis ilyen helyekről is merítettünk ki elemeket. Uh-huh. De végülis ennek a lényege a zenére való mozgás, tehát mindenki finomultabb legyen az ember, persze. Egyébként azt ne add meg féltem, amiket te csinálsz, nem tudom különbséget tenni ilyen stílusok között, mert nem ismerem az elnevezéseit, de az ilyen nagyon-nagyon ilyen kecses, amikor az ember így megtartja magát és két kézzel van, az a legdurvább, szóval az nagyon nehéz lehet megcsinálni. De nekem egyébként még ez a pókjárás, ez sem nagyon menne, úgyhogy azt is maromi nehéz lehet megtanulni. És ezzel a legegyszerűbb szimbolizálni a földön való mozgást, tehát zenére, tehát ez a six step. Hogyha ezt megtanulja az ember, és ezt tudja ütemre, utána könnyebben tudja kontrollálni a mozgását. Az biztos. Ja. Na figyeljetek, mutassatok még valamit mindenképp. Gyerünk, csináljátok. Ne engem nézzenek itt a nézők. Nem beszélünk a srácokról? Dehogy nem. Persze, hát meg ne feledkezzük a szombathelyekről, mert tehát együtt nyertitek meg. Nem is egy verseny. Tehát nem csak egyedül nyertük meg, hanem egy másik csapattal, az Elementary Force-szal, akik szombathelyek. Tehát tavaly 10 versenyt nyertük meg velük együtt, végülis jobban rosszban együtt. 10-ből 10-et. Ezek nemzetközi versenyek, vagy itt? Nemzetközi szintű versenyek. De köztük vannak magyar versenyek is, amik azért jók, mert itt a két csapat egymással ellen küzd, tehát inspiráljuk egymást. Két olyan csapat, amelyik
amelyek szerzett már tudást. Tehát egymásra építjük a tudást. Na tiétek a pálya. Hol az a pálya? Én arrébb megyek innen, mert útban vagyok. Na felhangosítjuk a zenét, aztán hagyd szóljon. If I stole somebody else's wave to fly up, and if I rose up with the avenue behind me, something kind of verb, some kind of moving thing, something unseen, some hand in motion, to rise. Pálya, tessék! Köszönjük szépen, hogy bejöttetek! Let the man go through. And by the phone, let the man go through, move aside and let the man go through, let the man go through, move aside and let the man go through, let the man go through, move aside and let the man go through, let the man go through. Move up and let the man go, let the man go, move up and let the man go, let the man go. Move up and let the man go. Let the man go. Move up and let the man go. Let the man go. Move up and let the man go.